Már harmadik éve az MLS, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága koordinálja a futszál harmadik vonalának számító regionális bajnokság keleti csoportjának küzdelmeit. Az már hagyomány, hogy a szezon a szabadtéri idény végéhez közeledve rajtol, és gyakorlatilag a téli időszakot futszálozzák át a csapatok. A 2019-2020-as bajnokságra korábbinál valamivel kevesebb együttes nevezett. Október 21-én indulnak a felnőttek, méghozzá most csak 9 együttessel, 2 Hajdú, 2 Borsod megyei mellett 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes nevezetben. Az elmúlt években ugye azért jól szerepeltek a megyei csapataink, illetve az ebből a bajnokságban szereplő csapatok közül többen is már az NB2-ben szerepelnek, például a tavalyi első és második helyezett csapat egyaránt már az NB2-ben méreteti meg magát. Bízunk benne, hogy most ebben az évben lesz olyan szabolcsi csapat is, aki odaér és esetleg a következő évben tud csatlakozni a Bátor is a Csenger futszához, és tud komolyabb szinten játszani, vagy akár majd egy pár év múlva a Nyír Gyula NB1-es csapatához is. Nem csak a felnőttek, hanem a korosztályos csapatok számára is biztosít játéklehetőséget megyei szinten az igazgatóság. Minden eddiginél több csapat nevezett, mind az U17-ben, mind pedig az U20-ban 22-22 együttes fog majd megmérkőzni egymással. Ők október 14-én rajtolnak. Itt azért fontos azt kiemelni, hogy több csapat ugye egy csarnokba játszik, hiszen tudjuk azt jól, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének olyan adottságai vannak, olyan infrastruktúrális adottságai, hogy azért nincs 20-22 olyan csarnokunk, ahol futszálmérkőzés lehet rendezni, úgyhogy adott esetben van olyan csarnok, ahol például 4 csapat, de több csarnokban 3 csapat is játssza a hazai mérkőzéseit, így értelemszerűen a mérkőzés napok is teljesen szétszórtak lesznek, hiszen eredetileg ugyan a csütörtöki játéknapot tűztük ki, de lesznek mérkőzések hétfőn, szerdán, pénteken és akár kedden is. Bízunk benne, hogy le fog menni minden bonyodalom nélkül, március közepére, végére végeznek majd a csapatok, a felnőtteknél is, és az a 17-20-nál is. Vaka Árpád elmondta, az U11-es, az U13-as és az U15-ös korosztály számára télen tornákat rendeznek majd. A lányoknál U15-ös és U19-es csapatok lépnek majd pályára futszál szezonban.